Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Egyre több autó gyullad ki. A járműben hagyott öngyújtó vagy éppen a légkondicionáló meghibásodása is tüzet okozhat. Száguldó autósok, Báta felújított főutcáján versenyeznek az autósok. Gyorshajtókat fogott a rendőrség, volt olyan autós, aki 90 helyett 160 km/h sebességgel hajtott. 50 éves Dombóvár, új időszámítás kezdődik a térségben. Évről évre több autó gyullad ki Magyarországon, évente nagyjából 1500 autó kap lángra országszerte. A statisztikák szerint az esetek zöménél műszaki okok állnak az autótüzek hátterében, de előfordul, hogy a járműben hagyott öngyújtó vagy festék okoz tüzet. Érdemes kézi poroltót tartani az autóban ilyen esetekre, ugyanis 1-2 perc alatt teljesen kiéghet a jármű, figyelmeztet a katasztrófavédelem szakértője. Kigyulladt egy elhagyott autó Bátaszék közelében a Mórágy felé vezető úton a minap. Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a bátaszéki önkormányzati tűzoltók a helyszínre érkeztek. A lángokat rövid időn belül megfékezték. Ezek a felvételek pedig Szákán készültek, itt is teljesen kiégett egy autó még júniusban. Országos szinten évente nagyjából 1500, Tolna megyében közel 20 autó kap lángra. A tűz keletkezhet parkolás közben, például az autóban hagyott és az ott felforrósodó szpré, öngyújtó festék vagy higító miatt. De kigyulladhat a jármű menet közben is valamilyen műszaki hibából kifolyólag, és lángra kaphat az autó ütközés következtében is. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője azt mondja, a legtöbbször a motortérben vagy az utastérben keletkezik a tűz. Nem ritka, hogy a fékrendszer vagy a kipufogó rendszer esetleg a légkondicionáló hibája miatt kap lángra a kocsi. Ezek általában az autóknak a karbantartottságától, az elektromos tüzek azok nagyban összefüggnek az autóknak a műszaki állapotával, tehát nagyon fontos, hogyha elektromos felújítások történnek az autóban, azt mindig csak szakember végezze, és bizonyos időszak azért vizsgáltassuk át az autóinknak a műszaki állapotát. Ha fűszagot érzünk, akkor azonnal húzódjunk le az útról, és őrizzük meg a hideg vérünket, tanácsolja a szakember. A legfontosabb szabály az, hogy azonnal álljunk félre, helyezzük biztonságban az utasokat, és kezdjük meg minél előbb a tűznek az oltását, ehhez nyilván egy kézi porraloltó készüléknek a megléte a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy hirtelen mozdulattal ne nyissuk fel a motorháztetőt, hiszen ilyenkor egy kisebb keletkező tűz is, egy hirtelen oxigén jut be a motortérbe, és belobbanhat a motortér. Mindössze 1-2 perc alatt teljesen kiéghet az autó, ezért fontos, hogy minél gyorsabban kezdjünk hozzá a tűz oltásához. Vonattal ütközött egy kis teherautó Simon tornyán. A jármű vezetője a Pósapart utcán lévő vasúti átjáróban a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott az átjáróba, ahol neki ütközött a Pécs irányából Budapest irányába tartó vonat oldalának. A tehergépkocsi sofőrje, egy 46 éves dombóvári férfi, az elsődleges adatok szerint súlyosan megsérült. A baleset körülményeit a Tamási Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályán vizsgálják. Életveszélyesen közlekednek a felújított Bátai főutcán. Nem csak az autósok, de a tehergépjárművek sem tartják be a megengedett sebességkorlátozást, ezzel veszélyeztetik a vétlen gyalogos és kerékpározó emberek életét. A gyerekek félnek, a szülők aggódnak, mert egy elviselhetetlen rodeóvá változtatták az autósok a falu vadonatúj közútját, fogalmazott Báta község polgármestere Huszárné Lukács Rozália, aki még azt is elmondta, 50 éven keresztül nem volt Bátán ilyen nagyságrendi útépítés. Most viszont egy új, jobb minőségű, az egész községen áthaladó út épült. Teherautók, kamionok, tehát úgy közlekednek rajta, mint egy 90-es közúton. És természetesen teljesen veszélyes, úgy a gyalogosok, mint a többi autós részére, mert előznek, össze-vissza olyan sebességgel közlekednek, ami a településen elfogadhatatlan.
A felháborodott lakosok féltik saját és gyermekeik testi épségét, ezért fordultak a polgármesteri hivatalhoz. A polgármester elmondta, hogy az sem szokatlan, hogy jogosítvánnyal nem rendelkező helyi lakosok szágoldoznak a község új útjain, ami okán feljelentést tesz a rendőrségen. De hosszú távú megoldása is van már ötlete. Lényegében olyan kamerákat, sebességmérő kamerákat építenénk be, ami különböző helyeken mérni a sebességet, amit természetesen a rendőrség sűrűbben ellenőrizne. És akkor talán meg lehetne állítani ezt az őrületet, ami megkezdődött Bátába. A helyiség teljesen erőből kiépült térfigyelő rendszere alkalmas lenne a sebességmérő kamerák fogadására, de az eszközök árát a jelenlegi költségvetés nem tartalmazza. Ennek ellenére a soron következő képviselőtestületi ülésen indítványozzák a beszerzést. Addig is csak kérni tudják az autósokat, mérsékeljék a sebességet. Ellenőrzést tartottak Tolna megye útjain július utolsó hétvégéjén az egyenruhások. A rendőrök ezúttal elsősorban azokat a közlekedőket figyelték, akik nem tartották be a sebességhatárokat. Az ellenőrzésekre azért volt szükség, mert a megyében a balesetek több mint fele a sebesség túllépés miatt következik be. 104 gyorshajtó akadt fenn a rendőrségi ellenőrzésen. Volt olyan autós, aki 90 helyett 159 km/h sebességgel hajtott. A legtöbb szabálytalankodó Tamási közelében, Irekszemcse környékén volt. Tolna megyében a balesetek több mint felét a sebességhatár átlépése és a biztonsági öv mellőzése okozza, ezért a Tolna megyei rendőrfőkapitányság július utolsó hétvégén tartott ellenőrzéseket. Néhány óra alatt 104 gyorshajtót kaptak Lencse végre. A legtöbb szabálytalankodó Tamási és Irekszemcse környékén volt. Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, az ellenőrzésekre azért volt szükség, hogy a gyorshajtás miatt történő baleseteket megelőzzék. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai rendszeresen szerveznek fokozott ellenőrzéseket, és az egyik ilyen akció 2020. július utolsó hétvégén, tehát a múlt hétvégén történt, amelynek során Tolna megye valamennyi közútján, különösen a fő útvonalakon, a 6-oson, a 61-esen, 63-oson és a 65-ös számú főúton tartottak rendőri ellenőrzést, amely nagyobb létszámban tapasztalható volt, hogy az emberek nagyobb létszámú rendőri erővel találkoznak. A szabálytalankodók több mint fele lépte át jelentősen a sebességhatárt. Volt, akire ezért közel 100 000 forint bírságot szabtak ki. Egy autós a megengedett 50 km/h helyett 106-tal hajtott, de akadt olyan is, aki 90 helyett 159 km/h ment. Az ilyen esetekben a sofőr a bírság mellett büntetőpontokat is kap. Ők, akik a sebesség túllépés miatt megállításra kerültek, tehát nem objektív felelősséggel fogják majd megkapni Vas megyéből vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a csekket, azok büntetőpontot is kaptak. Egy-egy gyorshajtás esetében, attól függően, hogy milyen mértékű volt a gyorshajtás, 3-tól akár 8 pontig terjedt büntetőpontot is kaphattak. 3 év alatt 18 büntetőpontot lehet összegyűjteni, aki ennél is többet gyűjt össze, attól elveszik a jogosítványát, és csak egy drága kurzus elvégzése után szerezheti azt vissza. Az elmúlt hónapban több ügyfél határozott úgy, hogy a moratórium ellenére tovább törleszteni hitelét. Több banknál az ügyfelek több mint fele döntött így, derül ki a világgazdaság körképéből. Alapáltal megkérdezett bankoknál eltérő azok aránya, akik a hiteleiket tovább fizetik. Egyes bankoknál az érintett ügyfelek 80%-a döntött a hiteltörlesztés folytatása mellett. Nőtt a munkanélküliek száma júniusban. Az előző hónaphoz viszonyítva mintegy 25 ezerrel emelkedett az álláskeresők száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az április-júniusi 3 hónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 214 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,6%-os volt. Ez azt jelenti, hogy az egy évvel korábbinál 1,3%-kal nagyobb a munkanélküliség. A mostani, a 2017. február-április óta a legmagasabb mutató. A legkisebb is számít, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A Tolna 109 című újonnan induló projektnek a lényege az, hogy a kis települések se érezzék magukat elhanyagolva, annyi figyelmet és arányosan annyi támogatást kapjanak, mint a nagyobb városok. A közgyűlés fő célja egy közös otthon megteremtése, amit Tolna megyének nevezünk. A jövőben hogy tudna a megye mordának is segíteni?
2020 májusában a Tolna megyei közgyűlés elindította a Tolna 109 elnevezésű projektjét, aminek célja az, hogy egyforma figyelmet kapjanak a megye települései létszámtól függetlenül. Orbán Attila, közgyűlés alelnöke elhatározta, hogy saját tapasztalatot szerez, és körbejárja mind a 109 települést, hogy felmérje, milyen fejlesztésekre lenne szükségük. Mivel minden polgármester több mindent szeretne fejleszteni a településén, így egy fontossági sorrendet kell felállítaniuk. Az elsőleges célunk itt a belterületi csapadékvíz elvezetése lenne. Mi itt egy vőtelepülés vagyunk, és a nagy esőzések következtében itt a murgai ároknál sok probléma volt, illetve kiöntött az árok, és itt a nagyon szép kis központunkat itt elárasztotta. Murga polgármestere azt mondja, a Tolna megyei közgyűlés mindent megtesz, hogy a megye legkisebb településének is jusson a toppos pályázatokból és fejlesztési lehetőségekből. Elmondta, hogy ígéretet kapott, ha megjelennek a pályázatok, minden segítséget megkap majd, hogy a megpályázott támogatást elnyerhessék. Több projektet is megvalósítottak már a terület és településfejlesztési operatív programon belül. Sok csapadékvízelvezetési problémát oldottak meg, úthálózatot, kerékpárutat építettek, fejlesztettek. Mindig azt kell mérlegelnünk és meglátnunk, hogy ne járjanak úgy a települések, hogy akinek van, annak még több adatik, és akinek nincs, az is elvétetik, mondta Orbán Attila. Egy kicsit a méltányosság és az igazságosság talaján is kell mozogjunk, de ezt csak akkor látjuk tényleg, hogyha végigmegyünk a településeken, és mind a 109 településnek megismerjük a helyzetét és a lehetőségét. A megye látóteréből egyetlen település sem eshet ki, mind értéket képvisel és szerepe van a megye sorsának alakulásában. Ezt a szállat akarja a Tolna megyei közgyűlés, a Tolna 109 nevű projekttel rövidebbre húzni, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, már-már testvéri kapcsolatot ápoljanak. Az előző fejlesztési ciklusban több milliárd forintnyi támogatást nyertek a terület és település fejlesztési operatív programból. Remélik, hogy most is több települést tudnak majd támogatni az elnyert pályázati összegekből. Szorosabbá kell fűzni a viszonyt a kistérség települései és a térségi központ között, mondta stúdiónk vendégeként Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. A városvezető emellett arról beszélt, olyan infrastrukturális fejlesztések vannak napirenden, melyek hatására növekedésnek indulhat az idegenforgalom a térségben, és tervben vannak az ehhez szükséges turisztikai attrakciók is. Pintér Szilárd kiemelte, fontos feladat, hogy a fiatalok számára alternatívát jelentsen az itthonmaradás. Alapvetően itt a munkahely és munkalehetőségek, szabadidő, sportlehetőségek is nagyon fontosak ebben, és nyilván azok az infrastrukturális fejlődések vagy fejlesztések is, amelyek még előtt állunk, hiszen azt gondolom, hogy Dombováron házhelyeket kell kimérni, lakásokat kell építeni. Nyilván azt gondolom, hogy ebben a magántőkének nagyon nagy szerepe van, de a magántőke csak akkor szeret befektetni, hogyha látja annak a megtérülését, és lát egy szerény profitot is ebben a történetben. Tehát azt gondolom, hogy megvannak a szereplőket össze kell hozni, és a szereplőkkel el kell hitetni, és hitelesen kell elmondani, hogy igen, van jövőképünk, fogjuk össze, csináljuk ezt. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Változtatni szeretnének a lakókörnyezetükön, 4 pontban fogalmazták meg bajaikat a kovácstelepiek. Kajakkenu pont épült Siófokon, a vízisportokat népszerűsítik a Balatonnál. Üzemeltetni szeretnék az Orfűi Aquaparkot, ha nem lesz vevő a létesítményre, kinyitná az önkormányzat. Mitől lehet élhetőbb, biztonságosabb a pécsi Kovács telep? Milyen változásokat akarnak az itt élők elérni? Ezt fogta össze a pécsi Fidesz városházi képviselője, aki írásban fordult a problémákkal az önkormányzathoz. Lakógyűlésen fogalmazták meg korábban, hogy a vonatközlekedés zaja, az illegális hulladék, vagy éppen a kiömlő patak jelent veszélyt ezen a település részen, amin változtatni szeretnének. Használt gumiabroncsok állnak halmokban ezen a korábban készült felvételen. A pécsi Kovács telepen az Ércbányász utcában okozott ez gondot évekig. Ez a gond megszűnt, a lakók összefogtak, aláírásokat gyűjtöttek, végül elszállították az abroncsokat. Azonban maradt még tennivaló, amiről az önkormányzatot tájékoztatták, mondja a városi képviselőtestület tagja. 4 javaslatot fogalmazunk ugye meg az önkormányzatnak. Az egyik javaslat a
zajvédőfal felépítése itt a vasút mentén, a Páfrány utcától egészen az Érzbányász utca végéig, ami a zajterhelését csökkenteni a környéknek. A másik egy parkoló kialakítása itt a Gumihalom korábbi területén, amelynek keretében az itteni parkolási problémákat lehetne mérsékelni, illetve a vasút túloldalán lévő illegális hulladéklerakónak a felszámolása, amelyek ügyében már több lépést is tettünk, de a hatósági főosztály még nem jutott semmilyen eredményre az önkormányzatnál. A negyedik pedig a kovácstelepi patak kotrása. A hordaléktól ugyanis kiönthet a patak nagyobb esőzéseknél, ezt szeretnék megakadályozni. Barkóczi Csaba azt mondja, a környéken élők fogalmazták meg, mit szeretnének elérni a lakóhelyükön, ezeket juttatják el a pécsi polgármesterhez. Szápokat, túra és tengeri kajakokat, valamint sárkányhajót, lapátokat és más kiegészítőket lehet bérelni a Siófokon átadott kajakkenu ponton. A Szabadstrand mellett átadott létesítmény részben Európai Uniós, részben a Nemzeti Sportközpontok által biztosított forrásból készült el. A területen vadonatúj öltözők, vizes blokkok és csónakház is épült. Az egyik újabb sporttal, a SUP-pal ismerkednek a gyerekek. Bár egyszerűnek tűnik, mégsem az. Ez a sport ugyanis nagy egyensúlyérzéket igényel. A gyerekek azonban hamar ráéreztek az ízére, így ez volt a legnépszerűbb eszköz a most átadott vízitúra megállóhely és kajakkenu ponton, Siófokon. Már nagyon régen kiszerettem volna próbálni, mert nekem nagyon-nagyon tetszett. A szapok mellett kajakok, sárkányhajók, szörfök és a használatukhoz szükséges felszerelések szolgálják a biztonságos és tartalmas kikapcsolódást. A beruházás több mint 215 millió forintos uniós és hazai támogatásból valósult meg. A vízi sportok együtt arra szövetkeztek, hogy a vízi sportokat minél többen ki tudják próbálni, és hiszem azt, hogy ha valaki élvezi majd azt, hogy vízzel szalad, és én azt gondolom, hogy jó időben, napsütésben, de akár még akár egy kis esőben is, itt a Balatonon ilyen körülmények között kipróbálni egy ilyen eszközt, az egy elköteleződést fog jelenteni, és természetesen utána mindazokat, akik szeretnék ezt még többet csinálni, ezek legyenek idősek vagy fiatalok, várjuk majd máshol is a klubjainkban, szerte az országban, hiszen most már 175 tagszervezetben várjuk a gyerekeket, a fiatalokat, és egyébként az idősebbeket is. Azt látjuk, különösen az utóbbi időben, a vírus okozta helyzetben is, hogy nagyon-nagyon sokan mennek ki a szabadba sportolni, és én azt hiszem, hogy ez egy óriási lehetőség a vizeken, egy ilyen országban, amely ennyire gazdag természetes vizekben. A sportért felelős államtitkár azt mondta, akkor lehet minél több családdal és fiatallal megszerettetni a sport, a mozgás és ezen belül is a vízisportok szépségét, ha vannak olyan bázisok, ahol ki is lehet próbálni mindent. Nagyon nagy öröm számomra, hogy meg tudtuk valósítani azt a tervet, amelyet a Kajakkenu Szövetség elindított 2016-ban, de hogyha nézzük az ország fejlődés és a sport létesítményfejlesztéseket, akkor az elmúlt időszak 40 évét visszatekintve a legnagyobb sportlétesítmény beruházások történnek most. Ez is azt mutatja, hogy mennyire nagy szükség volt rá, és a pandémia időszaka is bizony rávilágított bennünket arra, hogy milyen nagy szükség van a mozgásra, az egészséges életmódra, a sportolásra, és ezt szeretnénk még jobban közelebb vinni a családoknak, a fiataloknak, az idősebb korosztálynak. A Balatonon már 7 olyan vízitúra megállóhely van, ahol segítenek a családoknak és az amatőr sportolóknak. Üzemeltetni szeretné az Orfűi Aquaparkot a település önkormányzata, mert a bezárt létesítmény miatt csökken a turizmus. A Nemzeti Vagyonkezelő árverésen adna túl a birtokában lévő élményfürdőn. Azonban, ha nem jelentkezik vevő, akkor szeretné üzemeltetni. Erről értesítették a vagyonkezelőt is, mondta el stábunknak Orfű polgármestere. Az aquapark nyitásában részt venne a Baranyai megyeszékhely is az előzetes tervek szerint. A pécsi önkormányzat elképzeléseiről szerdán kapunk választ a Városháza ígérete szerint. Füvet nyír egy munkás az Orfűi Aquapark területén kedd délelőtt. A létesítmény zárva, nincsenek fürdővendégek, pedig ez a család szeretett volna bejutni. Mi Sopronba jöttünk, és azért jöttünk, hogy bemegyünk ide. Láttuk a neten, hogy van egy ilyen, de hát nincs nyitva.
mondja Kocsis Szabolcs, akinek kisfia Mátyás szívesen kipróbálta volna az élményfürdőt. De azért jól lett volna, ha csúszdázunk is. Eladásra hirdette meg a létesítményt Árverés útján a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT hétfőn. Azonban a turisták miatt szeretné a település, ha üzemeltethetné az akvaparkot, mondja a polgármester, akit telefonon értünk el. Nagyon sok szállás lemondás volt avval kapcsolatban, hogy kisgyerekes családok, akik ugye elmúlt években itt jól érezték magukat nálunk, most úgy gondolták, hogy ha az akvapark nem nyit ki, akkor máshol mennek. Az vetődött fel, hogy ha nem lesz sikeres az árverés, nem kell el az Orfi akvapark, üzemeltetése jelentkezzünk be. Ez megtörtént, levelet küldtek a Nemzeti Vagyonkezelőnek. Augusztus 5-éig kell árverési biztosítékot letennie annak, aki szeretné megvenni az Orfűi akvaparkot. Ez az összeg 271 millió forint. Az élményfürdő licitje 1 milliárd 86 millióról indul. Ha nem lesz jelentkező, akkor augusztus 5-e után esély van rá, hogy az Orfűi és a Pécsi önkormányzat közösen üzemeltet az akvaparkot. A polgármester azt mondja, a fürdő vendégek nagy része Pécsről érkezik, ezért gondolkodik közös üzemeltetésben a két önkormányzat. Öt ország nemzetközi projektjébe kapcsolódott be a Zöld Aktív Szociális Szövetkezet és a People First Egyesület, hogy fogyatékkal élő embereket képezzen ki az akadálymentes turizmus segítése érdekében. A program első alkalommal működik Magyarországon és ezen belül Pécsett. A közel egy hét alatt online és interaktív csoportfoglalkozásokon tanulják meg a résztvevők, hogyan segítsék sorstársaikat az akadálymentes turizmusban. Berkes Gergő mozgássérült fiatal, turizmus szakirányban tanul, és az akadálymentes turizmus témában írja a szakdolgozatát. Ezért ez a képzés különösen hasznos számára, hiszen szervesen kapcsolódik tanulmányaihoz. A hetes program során különböző fogyatékkal élő emberek, mint látás, hallás, mozgás és értelmi sérültek dolgoznak egy csapatban. A sorstársak egymástól sokat tanulnak, mindenkinek van mit fejlődnie, mondja Berkes Gergő. Szeretek elég lazán beszélni a saját szavaimban, nem szeretem a szakszavakat, meg hasonlók. Viszont itt nem mindenki fogja ezt értékelni, szóval ez lesz majd nekem az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt időben felmérjem. A PIREKT elnevezésű nemzetközi Erasmus Plus projektben öt ország vesz részt. Köztük Magyarország és ezen belül két pécsi szervezet, a Zöld Aktív Szociális Szövetkezet és a People First Egyesület. A keddi napon zajló képzésben éppen a People First Egyesület tagjait láthatjuk. Itt jelenleg sorstársi tanácsadó képzése zajlik az akadálymentes turizmus témában. Ennek volt már egy online része, mivel most nagyon nehéz összehozni a képzéseket, és itt pedig egy háromnapos személyes tréning zajlik, egy workshop, ahol átbeszéljük ezt a nemzetközi tréninganyagot, és a végén ők sorstársi tanácsadók lesznek az akadálymentes turizmusban. Az akadálymentes turizmus programban résztvevő pécsi csapat és a nemzetközi team később is együtt marad, ezáltal a nemzetközi segítség is igénybe vehető a turizmus szervezés során. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Egyre több autó gyullad ki, a járműben hagyott öngyújtó vagy éppen a légkondicionáló meghibásodása is tüzet okozhat. Száguldó autósok, bát a felújított főutcáján versenyeznek az autósok. Gyorshajtókat fogott a rendőrség, volt olyan autós, aki 90 helyett 160 km/h sebességgel hajtott. 50 éves Dombóvár, új időszámítás kezdődik a térségben. Csütörtökön igazi strandidő és kánikula várható sok-sok napsütéssel. Csapadék estig nem várható, estétől viszont szerte a Dunántúlon megnő az esélye szórványos záporok, zivatarok kialakulásának. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!